háromdimenziós szemüvegeket mosni, jegyeket kezelni, vendégeket beengedni, kiengedni, fogadni és plakátot cserélni. Ezek a feladatai Kovács Tamásnak, aki a moziban végezte el az 50 órás közösségi szolgálatot, ami az érettségi vizsga előfeltétele. Neki annyira megtetszett mindez, hogy azóta is visszajár ide segíteni. 230 fogadó szervezet várja a vasi diákokat, ezek egyike az Agora Szavária Filmszínház, ahol a nyáron 100 önkéntes szerzett munkatapasztalatot. Az a tapasztalat, hogy szívesen járnak ide a gyerekek, és nem csak a munkafegyelmük nőtt, hanem esetenként még az önértékelésük is. Tehát elkezdenek nagyon kis félénken bejönni ide, és egy-két foglalkozás után már teljesen más hozzáállással viszonyulnak hozzánk is, és ami a legfontosabb a nézőinkhez is. Közel 1400 diákot regisztráltak a vasi középiskolák, többségük már elkezdte a munkát. Talán a legkedveltebbek, ami jelenleg talán a mai napon indult a junior vízilabda világbajnokság, ahol hostessi és tolmács feladatokat látnak el. A jövőre tekintve pedig a Szavária Történelmi Karnevál Lond fog több diákunk tevékenykedni. Korrepetálás, táboroztatás, idősek informatikai oktatása, ezek is népszerű feladatok voltak az elmúlt hónapokban, akár csak a kisgyerekekkel való foglalkozás. A Pipitér óvodába is sokan jelentkeztek segítőnek. Úgy gondoltuk, hogy mind az intézményi részről, mind pedig a diákok részéről csak profitálhatunk ebből a dologból. Eddig egyébként maximálisan pozitív tapasztalatokkal rendelkezünk, többnyire olyan diákok érkeznek hozzánk, akik ide jártak óvodába. Pár többnyire lányok választják ezt a feladatot, akad azért vállalkozó kedvű fiú is az óvóbácsi szerepre. Ezt az egyik ismerősöm ajánlotta, hogy jöjjek ide, mert jó lesz a gyerekekkel játszani, és jól fogom magam érezni, és hát így ezért döntöttem így, hogy ide jövök, és hát nem is bántam meg, mert tényleg nagyon jó itt a hangulat. Az aktuális közösségi feladatokról, a választható fogadó intézményekről a szolgálat internetes oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.